15. alkalommal rendezik meg január első hétvégén a Kelet-Magyarország Iceman Hungária Kupa teremlabdarúgó tornát. A rendezvény felvezető sajtótájékoztatóján a szervezők elmondták, hogy már több csapat jelezte részvételi szándékát, és reményeik szerint a december 24-i nevezési határidő előtt megtelik a 36-os tábla. Az 5 plusz 1 fős csapatok 20-40 méteres pályán 5x2 méteres kapura játszanak majd. Ez egy olyan torna, ami az országban is már elismert, hiszen 5-6 megyéből szoktak érkezni hozzánk, és igazi parkettművészek vannak ezen a tornán. Én bízom benne, hogy mindenki nagyon jól fogja érezni magát, és arra is nagyon büszke vagyok, hogy 4-5 évre visszatekintve talán egyetlen egy piros lap született a tornán, hiszen sportszerű küzdelmek zajlanak, és a játékról szól a történet. A torna névadójának képviselője elmondta, hogy a rendezvénnyel szembeni elvárásaik nem változtak az elmúlt másfél évtizedben. Továbbra is a jó játék, az izgalom, az, hogy mindenki jól érezze magát, mind a játékosok, mind pedig azok, akik kijönnek ezteket a mérkőzéseket megtekinteni. Ugye ezért is raktunk be egy olyan plusz programot, ami talán egy másik kört is a lehetséges nézőknek bevonza a Continental Arenába, egy nagyon szép környezetbe. Ez egy női labdarúgó mérkőzés, ugye ez a szintén egy szomszédvár találkozó, egy Debrecen-Nyíregyháza, de most nem fiúk, hanem lányok fognak egymásra mérkőzni, nem csak a fiúk tudnak focizni. A torna összdíjazása 500 ezer forint, emellett a szervezők a legjobb játékost, a legjobb kapust és a gólkirályt is elismerésben részesítik. A mérkőzések január 3-án péntek délután 2 órakor kezdődnek, a döntő két résztvevője pedig várhatóan vasárnap 17 óra körül lép majd pályára.